Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket, ismét jöttem egy nagyon egyszerű, közismert étellel. Hát már olyan régen főztem ezt meg, pedig mi is nagyon szeretjük. Most erre került a sor, erre a rizses húsra, amit most sertésből készítek, úgyhogy szerintem kezdjünk is hozzá. Az első, hogy teszünk egy kis zsírt, vagy olajat, amivel dolgozni akartok. Felvágtam a hagymát, úgyhogy teszem bele. Egy nagyobb fejhagyma volt. A fokhagymát egy kicsit később teszem. Ha megdinsztelődött kellőre, ahogy nekünk tetszik, mehet a hús. Míg ki nem fehéredik. Közben van időm felvágni egy kis paradicsomot, meg paprikát. Vágok bele egy paradicsomot, elég lesz, nem kell több. Kis kockára. A héját is le lehet húzni, ha valaki zavar, vagy rajta van, de ezt már mondtam máskor is. Na, ha ez megvan, háromféle paprikát tettem ide, ezt mindenféleképpen szeretek beletenni, nem feltétlenül mindegyikből kell. Ha szeretitek a csípőset, akár ilyen típusú hegyes erős paprikából tehettek egy keveset, amennyit úgy gondoltok. Ebből a kétféle paprikából mindenképpen teszek, mert most nekem ilyen van itthon is, mind a kettőt nagyon szeretem. De összességében egy darab paprika elég, mert ez egy fél kiló hús, tehát csak felét fogom felvágni ennek. Hát ezt majd még meggondolom, de egy darab paprika elég hozzá. Ezt is kockázom kicsire. Közben azért a húsba kavarjunk bele néha, jó? Na, ha vannak ilyen szép kis pörzsanyagok már, akkor teszem a fokhagymát. Egy gereszt fokhagyma volt, egy nagyobb. Ezzel is kavarunk egyet. Mehet a piros paprika, egy evőkanálnyit biztos tegyünk már bele. Egy pörgetés, van ott egy kis lé, de azért öntsünk is rá. Másfél evőkanállal tettem paprikából. Jöhet rá a paradicsom. És a paprikának a nagyobbik felét most rászórom. A többit meg meghagyom a vége felé, hogy intenzívebb maradjon ez az íz. Ha ez megvan, fűszerezünk. Só, egy teás kanálnyival kezdünk, és bors, az meg egy makkás kanállal van nekem. És majd megkóstoljuk. Felöntöttem annyi vízzel, hogy éppen ellepje, és akkor lefedem. Közben, míg a hús készül, ráérek a rizst egy kicsit megpirítani. A rizst bele fogom önteni pirítás után, majd, ha aktuális lesz az idő, a pörköltbe, és együtt fog elkészülni. Egyébként ezt külön-külön is el lehet készíteni, hogy a végén kavarjátok össze. Úgy is jó, így egy kicsit másabb, mert fel fogja szívni a pörkölt szaftját inkább. A rizst ki szoktam mérni, mondjuk csészébe, hogy tudjam, hogy mennyi a kétszerese, amennyi vizet majd emiatt rá kell öntsek a pörköltre később. Egy kis zsiradékot ide feltettem, és megpirítom, ameddig nem tetszik a színe. Rizssel kapcsolatban már csak azt szeretném elmondani, hogy arányába én most a fél kiló húshoz fele annyi rizst teszek, tehát 25 deka rizst teszek hozzá. Ez a nagyon jó húsevőknek való arány. De azért a menzás változat az úgy alakul, hogy akár ugyanannyi lehet a rizs mennyisége, mint a húsé, tehát a fél kiló húshoz fél kiló rizst is lehet alkalmazni. Attól függ, hogy a pénztárcátok hogy viszi, és az úgy is finom lesz. Kevésbé húsos, de még az az arány jó. Erre egy kicsi sót teszek, de csak egy keveset. Éppen csak megpergetem, ne legyen ízetlen, más nem is teszek, és akkor pirítom, ahogy szoktuk. Na, megpirítottam a rizst, félrehúztam, és akkor most jött el az idő, de mutatom, hogy mikor tesszük bele a pörköltbe. Ha nézzünk csak meg egy húst, egy nagyobbat lehetőleg. Ha olyan nagyjából háromnegyedik kész van, tehát már így ketté tudod vágni, de még annyira nem puha, hogy kész legyen, akkor először belemegy a paprika. Egy kavarás. Már közben lejjebb főtt a szaft. Egy kicsi vizet még tettem hozzá, azért maradjon rajta valamennyi, ne legyen teljesen száraz, de túl sok nem kell. És akkor most már beleteszem a rizst is. Azért elkavarjuk benne, látjátok, legyen azért szaft rajta valamennyi, mert tényleg amúgy akkor nagyon száraz lesz. Nekem ez így vált be, jó. És akkor megvárom, míg ez felfor, mindjárt elkezdjen mozogni, mert lehűtötte ugye a rizs, és úgy látom, hogy már kezdi is. És akkor jó meleg vizet, lehetőleg,
Akkor tehát dupla mennyiséget, mint a rizs volt. Kétszer annyit öntünk rá. Na ilyenkor meg kell kóstolni, mert változhattak az ízek. Ha esetleg valami hiányzik, akkor még most tudunk rajta pótolni, alakítani. Azt nem mondtam, hogy aki a pörkölteket szereti, mondjuk a sertéspörköltet köménnyel, akkor ebben nyugodtan tehet. Én nem szoktam, de tehettek bele nyugodtan. Na, teszek bele egy kis sót, még nekem úgy, majd de ti is kóstoljátok, meg mindig kóstolgatni kell. Meg még egy kis bors, más már úgysem hiányozhat nekem belőle. Jó. Ezt majd ti is ízlés szerint állítsátok be. Még egy utolsó kavarás. Jó. Nézem, míg felfor. Pillanatra le is fedem, mert ez mindjárt megtörténik. És utána leveszem teljesen tartalékra. Most kezd forni. Veszem le egészen kicsire. Nekem 9-esen tudja a legtöbbet, most ezt leveszem 2-esre. És akkor szépen elkészül. Nézzétek csak meg, mikor majdnem elfőtt az összes levet, de csak éppen fötyörékel, nem akarom szétfőzni, de hogy még egyszer tudjam megkavarni, hogy ne törődjön, akkor beleteszem a jó kis petrezselyem zöldet. Igaz, hogy nekem most itt fagyasztott van, de akkor is tökéletes lesz, mert nekem szükséges, hogy legyen benne. És akkor most már annyira nem akarom bántogatni villának a nyelével, vagy kanálnak a nyelével, így kicsit megmozgatom. Most már le is fogom zárni. Lefedem, és marad még a gőzbe. És majd tálalunk. Na, készen vagyunk, állt egy kicsit a gőzbe, egy olyan 10 percet. Közben csak annyit szeretnék nektek elmondani, hogy én ezt lapockából készítettem. Halljátok amúgy a hangját, ez nem egy száraz cucc, de készülhet sertéscombból is, vagy tarjából, ahogy gondoljátok. Amúgy tele van ez hússal, gyerekek. Most lehet, hogy a piros színek miatt nem annyira látszik, de higgyétek el, hogy ez tiszta hús. Halljátok hangját? Milyen jó kis kellemes hangja van? Na, hát ennek nem szabad teljesen száraznak lenni, én úgy gondolom. Aki zöldségesen szeretne ilyesmit elkészíteni, van már fenn egy receptem. Egy kicsivel másabb, mint ez. Annak az a címe, hogy rizses csirke zöldségesen, úgyhogy meg tudjátok nézni azt a videót is. Én egy kis salátát csináltam most hozzá, kis újhagymával, meg lilahagymával, csak úgy ecetes, cukros, sós lében van. Jó, én egy kis piros paprikát, meg egy kis borsot is szórtam bele, de most ez teljesen mindegy. Szezonálisan most ezt fogjuk hozzá enni. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy ezt az egyszerű ételt, ha már el is felejtette, hogy megint berakja a menübe saját magának, akkor újra készítse el, mert tényleg szinte megunhatatlan és nagyon finom. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!